az MSZP képviselője interpellációt nyújtott be a nemzetgazdasági miniszterhez. Évről évre emelkedik a munkavállalókkal szemben elkövetett jogsértések száma címmel. Gúr Nándor képviselőurat, jegyző urat illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim! Az elmúlt esztendőkben a munka világát érintő szabályozási rendszereket felforgatták. Felforgatták, gondoljanak csak bele, mondjuk a munkatörvénykönyvébe 2012, hogy mit is hívtak életre. Felforgatták, megszüntettek olyan fajta biztonságot, amelyek az embereknek a munkavilágában való jogbiztonságát jelentettek. De megszüntettek különféle szervezeteket is, amelyek szabályozták és segítették az emberek életét. Vagy csökkentették, vagy összevonták ezeket a szervezeteket. És mindezek mellett a csökkentés az igaz arra is, hogy a szakemberek sokasága elhagyta ezeket a működő rendszereket. És ennek az az eredménye, hogy egyre inkább csökken a munkavállalóknak a jogbiztonsága. Van tehát eredménye, csak lesújtó ez az eredmény. Lesújtó, mert a jogbiztonság csökkenése az a kiszolgáltatottsághoz vezet. Nézzék, ez év esztendei első negyedéves vizsgálati eredmények azt mutatják, azt támasztják alá, hogy a munkavállalókat érintően 62%-ukat érintően szabálytalan foglalkoztatások hívódtak életre. 11%-kal nőtt egy esztendő leforgása alatt ez az arány. De ha nem a munkavállalókat, hanem a munkaadókat nézzük, akkor meg azt látjuk, hogy a munkaadók vonatkozásában az elkövetett szabálytalanságoknak az aránya az 58%-os mértékű. Magyarul több, mint minden második munkáltató szabálytalanságokat követel. Milyen típusú szabálytalanságokat? Van, aki igen súlyosat, bejelentés nélküli foglalkoztatásokat, fekete foglalkoztatás. 14%-a a vizsgálati tapasztalatoknak, 14%-a feketén foglalkoztatott volt a munkavállalóknak. De ha nem a fekete foglalkoztatás kérdéskörét nézzük, hanem azt, hogy hogyan és miképpen bánnak az emberekkel, akár a munkaidő nyilvántartás rendszerét hogyan vezetik, akkor látható módon úgy, hogy az minden harmadik, negyedik munkavállalót hátrányosan érint. Persze, hogy hátrányosan érint, hiszen ha nem vezeti korrektan a munkaidő nyilvántartásokat, annak az az eredménye, hogy bérben, pótlékban, pihenőidőben, sok minden egyéb másban negatív eredmények születnek. És hát a bérkifizetés tekintetében is sok olyan torzóval találták magukat szembe az ellenőrök, amely példaként a garantált bérminimum megfizetése helyett mondjuk minimálbért adott az embernek, vagy adott esetben az sem. Szóval nem akarom tovább bővíteni a látképet, azt szeretném kérdezni valójában, hogy miért nem védik meg a munkavállalókat ezektől a kizsákmányolásoktól, ezektől a kiszolgáltatottságoktól? Miért nem biztosítják azoknak a hatóságoknak ellenőrzési jogosítványa a bíró szervezeteknek, hogy tisztességes módon fel tudják tárni, inkább meg tudják előzni ezeknek a helyzeteknek a kialakulását? És mit kívánnak tenni önök az egy év leforgása alatt történő 11%-os mértékű ilyen súlyos növekedés, ilyen súlyos helyzetek növekedésével kapcsolatosan? Erre szeretném várni államtitkár úrnak a válaszát. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót Szomba Sándor államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Munkügyi ellenőrzés 2015 első negyedévi tapasztalatról szóló beszámoló valóban tartalmaz olyan adatot, amely szerint az előző év azonos időszakához képest a jogsértéssel érintett munkavállalók számaránya 51%-ról 62%-ra növekedett. Egy-egy időszak összehasonlító ellenőrzési adataiból, azoknak egymáshoz való viszonyából azonban közvetlen és általános érvényű következtetéseket levonni nem lehet. Az adatokat ugyanis jelentős számú tényező befolyásolja. Az adott időszakban milyen ágazatokat ellenőrzött a hatóság, milyen munkavállalói létszámmal dolgoztak az ellenőrzött munkáltatók, sor került-e akció vagy célellenőrzésre, és ha igen, mely területeket érintette. Ágazatonként eltérő például a tipikus jogsértések aránya. Ön is tudja, hogy a fekete munka jellemzően nagyobb az építőiparban, mezőgazdaságban, mint egyéb szektorban. Hosszabb távot tekintve a jogsértéssel érintett munkavállalók számaránya hullámzó tendenciát mutat. 2010-ben és 2011-ben csupán 50
50% körül mozgott, míg ezt megelőzően 2007-ben és 2009-ben 63-65% volt az arány. Önmagában azonban a jogsértő munkáltatóknak, jogsértéssel érintett munkavállalóknak az összes ellenőrzéssel érintettek viszonylag magas aránya értelmezéséhez elengedhetetlen a következők figyelembevétele is. A munkaügyi hatóság az ellenőrzés hatékonyságának növelése érdekében hangsúlyt helyez arra, hogy az előző időszakban legfertőzöttebb területeken, illetve azoknál a munkáltatóknál kerüljön sor ellenőrzésre, ahol leginkább vélelmezhető a szabálytalan foglalkoztatás. Ez természetesen azzal az eredménnyel is jár, hogy a jogsértéssel érintett munkáltatók, munkavállalók viszonyszáma magasabb lesz. A munkaügyi hatóság éves ellenőrzési terve évek óta kiemelt célként kezeli a fekete munka visszaszorítását, a munkavállalók anyagi és a munkával kapcsolatos érdekeinek védelmét. A munkaidő nyilvántartás vezetésével kapcsolatos szabálytalanságok többnyire valóban a munkabérrel, a munkaidővel kapcsolatos jogsértések leleplezését célozzák, ezért mindenkor kiemelt vizsgálati célok, hasonlóan a garantált bérminimummal kapcsolatos jogsértések feltárására. A munkaügyi hatóság az elmúlt 5 évben mintegy 90 ezer munkáltatónál tartott munkaügyi ellenőrzést, az ellenőrzések közel 900 ezer munkavállalói foglalkoztatási körülmények vizsgálatára terjedtek ki. A feltárt jogsértések említett viszonylag magas aránya éppen az ellenőrzés végző szervezetek személyi állományának felkészültségét, magas színvonalú munkavégzését és az ellenőrzések célirányosabb, hatékonyabb megszervezését tükrözi. Köszönöm a szót, kérem válaszom elfogadását. Köszönöm, államtitkár úr. Kérdezem, képviselő urat, elfogadja-e az államtitkári választ? Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt egy szomorú magyarázkodásnak tartom államtitkár úr, amit lefolytatott. Sajnálatos az, ami a háta mögött meghúzódik. Arról kellene önöknek gondoskodni kormányzaton, hogy az emberek érdekét szem előtt tartva a hatóságok úgy végezzék a dolgokat, hogy egyrészt, ha lehet, akkor előzzék meg ezeknek a problémáknak a kialakulását, másrészt önöknek, meg mint kormánynak az emberek érdekét kellene szolgálni. Nem úgy, ahogy Lázár úr az előbb mondta, hogy a minimálbér bruttója emelkedik, a vásárlóerő értéke emelkedjen. Majd akkor büszke lehet a mondandójára. Önök szétverték a jogbiztonságot, önök munkavállaló ellenes politikát folytatnak. A haveroknak meg a pereputynak gondoskodnak arról, hogy legyenek százával, ezrével olyan emberek, akik éhbérért végzik a tevékenységüket. Ez az önök politikája. Tudja, amikor 800 millió forint jut osztalékbe egy embernek, aki 225 ember bérére 157 millió forintot fordít, akkor ez szégyenletes. Ez az önök politikája, ez gyalázat, ez szégyen. Hogy lehetne ezt a választ elfogadni? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát nem fogadja el a választ. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az államtitkári választ? Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés az államtitkári választ 103 igen szavazattal, 33 ellenében tartózkodás nélkül.